Szeretettel köszöntelek benneteket. Egy olyan előadást szeretnék most nektek elmondani, ami egy történeti ívet rajzol fel az 1945 és 1990 közötti időszakról. Igazából nem tudom, hogy mik vannak az érettségi tételeitek között, úgyhogy teljesen önkényes alapon arról fogok beszélni, ami szerintem fontos ebben a korszakban. Azért, hogy értsétek, hogy miről szólt, akár a Rákosi diktatúra, akár a Kádár diktatúra, mi volt bennük a közös, mi volt bennük az, ami meg nem volt különösen különbözött, amitől más volt a Kádár rendszer, mint az azt megelőző időszak. Úgyhogy bármi is van a tételek között, azt gondolom, hogy használni lehet majd ezeket a gondolatokat. Még egy, mivel hosszú az előadás, azért 2x45 perc nem rövid, és igyekszem úgy fogalmazni, végzősök vagytok, tehát nyilván az alapfogalmatokat ismeritek, de igyekszem úgy fogalmazni, hogy nyilvánvaló legyen, miről beszélek. Ha valamit nagyon nem értetek, lehet közben jelezni, ha valamire nagyon rá akartok kérdezni, de azért a fő szabály az legyen, hogy előadás után, ha vannak kérdéseitek, igyekszem válaszolni. Viszont ezt azért mondom most, mert én a helyetekben elfelejteném, hogy mit akartam kérdezni, mondjuk az előadás elején mire vége van. Úgyhogy ha fölírjátok egy papírra, vagy bepötyögitek a telefonba, azt. Szóval, hogy készüljetek, hogy ne felejtsétek el a kérdéseiteket adott esetben. Szóval a kommunizmus időszakáról fogok beszélni nektek, ami 1944 őszén kezdődik Magyarországon. 1944 őszén átlépi a szovjet hadsereg a trianoni magyar határokat, és ezzel megkezdődik az az időszak, amit a kommunista diktatúrának nevezünk. Természetesen ez a kijelentés ebben a formában meredek egy érettségén, ugyanis jön egy átmeneti időszak. A nyílt kommunista diktatúra kiteljesedése az 48-49-re érik be. De miért mondom mégis azt, hogy ez a korszak, ez az időszak 44 őszén kezdődik? Hát ezt szeretném most kifejteni részletesen, de mielőtt erre válaszolnék nektek egy zárójeles megjegyzés. A magyar társadalom nem ekkor találkozik először a szovjet típusú kommunista diktatúrával. 1919-ben volt egy 133 napos interregnum a magyar történelemben, ez volt az úgynevezett tanácsköztársaság időszaka, én jobban szeretem kommünnek hívni, amikor a magyar társadalom megtapasztalta, hogy mit jelent a bolsevik terror. Úgyhogy amikor 44 őszén megjelenik a Vörös Hadsereg, a magyar társadalom tudja, hogy mi következik, hogy mi érkezik ide, és joggal és okkal tart tőle. Innentől kezdve eleve nem felszabadítóként várják és fogadják a Vörös Hadsereget, bár hozzá kell tenni, ez is egy nagyon fontos zárójeles megjegyzés, hogy természetesen azok az emberek, akik üldöztetést szenvednek el a náci megszállás idején, azok bíznak abban, hogy a szovjetek majd felszabadítják ezt az országot, megszabadítják őket a náci terrortól. Biztos volt olyan ember, aki ezt így is éli meg, és szerencsésnek mondhatja magát, de hozzá kell tenni, hogy a náci üldözöttek többsége is elszenvedi a vörös terrort 1944-45-ben. Ugyanis mi történik? A Vörös Hadsereg ide nem felszabadítóként érkezik, egy ellenséges országot jön megszállni. Megszálló csapatokként jönnek, úgy is tekintenek magukra. Igazából ugyanazok vannak engedélyezve a vörös katonák számára, ami egy megszálló csapat számára engedélyezve van egy ellenséges, leigázott ország területén. Engedélyezve van a szabadrablás, engedélyezve van az erőszak, bármiféle alkalmazása. Itt a legsúlyosabb és a legdermesztőbb természetesen a nők ellen elkövetett gyalázat. Lányokat, asszonyokat erőszakolnak, ezer számra több százezer nőt és asszonyt gyaláznak meg a vörös katonák ezekben a hónapokban. Többségük túl sem éli az erőszakot. Aki pedig túléli, azoknak azzal kell szembesülniük, hogy nem csak, hogy nem beszélhetnek róla, de semmiféle lelki segítséget, támaszt nem kaphatnak a vörös katonák által elkövetett erőszak után, ugyanis ez tabu téma. Egészen 1989-90-ig az, hogy a vörös katonák micsoda
kegyetlen módszerekkel erőszakolják végig az országot, ez tabu. Nem lehet róla beszélni. Nem csak az asszonyokat és a lányokat éri ekkor feldolgozhatatlan trauma, de igazából bárki szembe találhatja magát a terrorral, ugyanis százezer számra hurcolják el a civileket az utcáról. Biztos hallottátok ezt a kifejezést, hogy málenki robot. Ez kicsi munka, ugye oroszból vette át a magyar közbeszéd, és mai napig egy közhasználatú fogalom erre az időszakra. Ez igazából kettős céllal történik. Részben maga a kényszermunka, hogy elhurcolják az ellenséges területekről az embereket kényszermunkára, ez csak érdekesség kedvéért egy Magyarországról elszármazott kommunista ötlete volt, úgy hívták, hogy Varga Jenő, aki pénzügyi népbiztos volt a kommun idején, és a kommun bukása után menekülnie kellett, a szovjetek hálózataiban dolgozott, először Nyugat-Európában, ő alakítja ki a Komintern, ha mond ez valamit nektek, a Komintern pénzügyi központját Berlinben, tehát egy elég komoly figurája volt a szovjet birodalomnak, és a két világháború között aztán Moszkvában hoz létre egy közgazdasági intézetet, és onnan irányítja a nyugati kommunista hálózatoknak, a Kominternek és különböző titkosszolgálati szervezeteknek a pénzügyeit. És ez a Varga Jenő találja ki, ha már úgy is megy a Vörös Hadsereg ellenséges területekre, akkor a második világháborús károkat, kártétel gyanánt azoknak az országoknak az állampolgáraival kellene helyreállítatni. Tehát az ő ötlete nyomán kezdik összeszedni az embereket. Ugye először arról van szó, hogy kollektív bűnösség alapján a német nemzetiségű embereket hurcolják el, ez gyakorlatilag úgy néz ki, hogy mindenkit, akinek német hangzású neve van, adott esetben egy faluban, ha éppen nem lakják svábok, akkor teszem azt is, nem mondok butaságot, tehát ez tényleg így történt, a H kezdőbetűvel kezdődő nevű embereket, Hitlert is H-val, Hitlernek is H-val kezdődik a neve, tehát nyilván akkor németekről van szó, tehát teljesen válogatás nélkül hurcolják el az embereket, de nem csak a kollektív bűnösség, hanem a hadifoglyok kérdése is ide kapcsolódik, nincs annyi hadifogoly, ahány emberre szükségük van a szovjeteknek. Menetből akarják elfoglalni Budapestet, nyilván tudjátok, hogy Budapest ostroma eléggé elhúzódik. Ahhoz, hogy Sztálin előtt indokolni lehessen, hogy miért torpan meg a Vörös Hadsereg Budapest határán, azt kell mondani, hogy hatalmas ellen, túlerő volt, hatalmas ellenálló góc maradt a város területén. Ehhez viszont, ha így volt, akkor biztos prezentálni kellene hadifoglyokat, akik viszont nincsenek, tehát nincs annyi katona, amivel ezt bizonyítani lehetne, így Budapest utcáiról is ezer számra hurcolják el a civileket. Málenki robotra az a mondás, hogy néhány nap, tehát mondjuk a svábokat úgy viszik el, hogy néhány napos munka a közeli földeken, vagy a közeli vasúti töltéseken, vagy bármi, és aztán jöhetnek vissza. Hát tudjuk, hogy ez nem így történt. Nagyon sokan egyáltalán nem tértek vissza, akik visszatértek, azok is csak évekkel később, tömegesen 53 után, Sztálin halála után kezdik visszaengedni ezeket az embereket. Egy részük a gulág táborrendszerbe kerül, ez is szerintem érettségire fontos, hogy mi a különbség a gulág és a gubfi táborai között, ezt általában összemossák. A gulágra azok az emberek kerülnek, akiket elítélnek bíróságok. Tehát ítélettel mennek az emberek oda. Ezt úgy kell elképzelni, hogy statáriális hadbíróságok működnek ekkor az országban, amíg a front végig nem vonul. Ez egy szintén megtörtént történet, 16 éves lányokat valamelyik vidéki város utcáján elfogják, akik éppen beszélgettek, és azonnali bíróság elé állítják őket. A tárgyalás oroszul folyik, tolmácsot nem kapnak, fogalmuk sincs, hogy mi történik velük és miért. Bevagonírozzák őket, és a gulágon találják magukat, ahol évek során szép lassan tudják meg, hogy őket szovjetellenes összeesküvés miatt ítélte el a szovjet statáriális bíróság, tolmács nélkül, csak azért, mert az utcán a barátnőkkel beszélgettek. Tehát brutális visszaélések és brutális kegyetlenséggel történik meg Magyarország szovjet megszállása.
A gubfi táboraiba pedig a hadifoglyok kerülnek, az a különbség, hogy ott nincsen bírósági ítélet, tehát ez egy hadifogoly táborrendszer, de a körülmények nagyjából egyformák mind a két táborrendszerben. És ami ennek a történetnek úgymond a koronája idézőjelben, amit itt tanár úr is emlegetett, tegnap volt április 4-e, arra a napra tűzte ki Magyarország felszabadításának az évfordulóját a Vörös Hadsereg, bár tudjuk, hogy ez a dátum sem pontos, mert ha jól tudom, április 12-én zajlik le az utolsó ütközet valahol a nyugati határ mentén, tehát még ezt is el kellett hazudni, a jó ég tudja, hogy miért. Minden esetre ezt a gyalázatot, ami megtörténik a magyar társadalommal ekkor, április 4-én egészen 1989-ig ünnepeltették velünk. Azt a gyalázatot, amit elkövettek ellenünk, még meg is kellett ünnepelnünk, hősként kellett nézni a megszállóinkra. Azért, ha belegondoltok, ez is egy érdekes, mert volt itt tatár, volt itt török, volt itt Habsburg megszállás, de nem várták el tőlünk, hogy felszabadítóként éltessük őket, akár a 150 éves török rabiga alatt sem, tehát ezt egyedül a szovjetek voltak képesek megtenni. Mi történik 1945 után, miután véget ér a háború? Már említettem, hogy itt van egy átmeneti időszak, amit korlátozott demokráciának, vagy fenyegetett demokráciának is szoktak nevezni. Ez egy többpárti parlamentáris rendszer. De hozzá kell tenni, hogy azért a szovjetek, mivel megvan szállva az ország, azonnal és kíméletlenül szovjetizálhattak volna, mindent mégsem tették meg. Nem azért, mert nem akarták, nem azért, mert nem volt rá lehetőségük, hanem ez egy világpolitikai konstellációnak a következménye volt. Sztálin el akarta játszani a nyugati szövetségesek előtt azt, hogy a megszállt régiók demokratikus úton válnak kommunista országgá. És ehhez a színjátékhoz szükség volt a parlament, úgynevezett parlamentális demokrácia kereteire. De hiába volt ez így, az első pillanattól kezdve gondoskodtak arról, hogy a tényleges hatalomgyakorláshoz szükséges pozíciókat feltétel nélkül kommunista irányítás alá vonják. Mik ezek? Az egyik a belügyminisztérium. A belügyminiszter végig kommunista pártag volt. Nem feltétlenül azért, mert a közigazgatást akarták irányítani, nem ez volt a kulcsa a belügyminisztériumnak, hanem a belügyminisztérium alárendelt erőszakszervezet. Ugye ma is a rendőrség a belügyminisztérium alá tartozik. Akkor is így volt ez, bár az akkori rendőrséget kevésbé lehet demokratikus értelemben a rendőreiként titulálni vagy nevezni, nem is nevezték így magukat, úgy nevezték magukat, hogy politikai rendőrség. Gondolom, hogy érzitek, hogy ebben az összefüggés rendszerben a politikai az egy fosztóképző. Tehát nem volt másról szó, mint hogy a kommunista párt létrehozta a saját magánhadseregét, a saját magánerőszakszervezetét. Már 45. januárjában fölállítják a politikai rendészeti osztályt, ez a későbbi ÁVO, AVH-nak az elődje. Ekkor még harcok folynak Budapesten, tehát Budapest még ostrom alatt áll, de a politikai rendőrség már létrejött. Ugyanez vonatkozik a gazdaság irányítására. Ugye az államosítások 48-49-re fejeződnek be. Itt még nem csak, hogy magáncégek vannak 45 után, hanem akár nyugati kézben lévő vállalatok is vannak. Mégis fontos számukra az, hogy ezeknek a cégeknek a működésére és egyáltalán a pénzrendszer működésére rálássanak. Megteremtik már 46-ra azt a... Tehát több úton, módon, de az a lényeg, hogy 46-ra ők a teljes külkereskedelmi forgalom fölött ellenőrzést gyakorolnak. Miért fontos ez? Erről nem szólnak a tankönyvek, csak az államosításokról. Ezért egy mondat erejéig muszáj, hogy értsétek, hogy a külkereskedelem azért fontos, mert egy olyan egész világot behálózó kapcsolatrendszer, amire rá lehet építeni titkos szolgálati fedett akciókat, hiszen a külkereskedelem az ország határokon átnyúlik. Ráadásul egy külkereskedelmi kapcsolatrendszerben folyamatos a pénzmozgás. És a folyamatos a pénzmozgás, tehát ott mozog a tőke igazán, és ennek a felügyelete
egy totális diktatúra kiépítéséhez elengedhetetlen, másrészt ahhoz, hogy valaki fekete pénzekkel tudjon seftelni, illegális pénzügyi forrásokhoz tudjon jutni, szintén elengedhetetlen, hogy ezt a tőkemozgást felügyelje. Tehát ez nem tankönyv, de érdekesség, úgyhogy szerintem fontos összetevője ennek az időszaknak. És amellett, ami viszont nyilván tankönyvi tétel, és nyilván tanultátok, hogy a közigazgatást pedig úgy kell a kommunista párt elvárásaihoz szabni, hogy adott esetben a politikai ellenzék leszámolása azonnal megkezdődhessen. Az igazságszolgáltatást szelektálni kell politikai alapon, a bírókat, az ügyészeket, az ügyvédeket, de nem csak az igazságszolgáltatásban dolgozókat, a közigazgatásban dolgozókat is szelektálni kell politikai megbízhatósági alapon. Ezek az úgynevezett B-listák. Tehát már 45-46-ban teljesen kiszűrik azt az apparátust, akikre támaszkodva ők a hatalmukat meg tudják szilárdítani, fölállítják a népbíróságokat, aminek az a lényege, ugye, hogy népi ülnökök ülnek, akár jogi végzettség nélkül, sőt alapírás-olvasási készség nélkül is adott esetben népi ülnökök döntenek bizonyos büntetőperekben. Ezek a büntetőperek természetesen elsősorban politikai indítatású perekről van szó. Ugyanis az elsődlegesen legfontosabb feladatuk ekkor a kommunistáknak az, hogy a potenciális ellenfeleket kiiktassák. Nagyon érdekes, hogy ez mire alapul, tehát ez az egész, ami később aztán ugye 47-ben megkonstruálják az első nagy koncepciós pert, de ez honnan indul? Onnan indul, hogy a két világháború között a Szovjetunióban egy Visinszkij nevezetű főügyész kitalálja azt, hogy az osztályharc legfontosabb fegyvere a büntetőjog. Mit jelent ez? Hogy a büntetőjog segítségével lehet az osztályellenségeket, vagyis a politikai ellenfeleket kiiktatni. De Visinszkij tovább megy ennél, ez még önmagában kevés lenne a koncepciós perek elindításához. Azt mondja, hogy a büntetőperekben a legfontosabb bizonyítási eszköz az önvallomás, a beismerő vallomás. És ha belegondoltok, ez félelmetes. Miről van szó? Ha én teszem, azt téged megvádollak azzal, hogy a barátodat eltetted láb alól, és addig verlek, amíg te ezt be nem ismered, hogy tényleg, hiába ül itt, élet nagyságban a kedves barát, beismerő vallomást tett, elítélhető gyilkosságért. Ez egy nagyon abszurd, sarkított példa, természetesen, de erről szól az, hogy a büntetőjog legfőbb bizonyító eszköze a beismerő vallomás. Ezt gyakorlatilag ezt a büntetőjogi koncepciót a kommunisták 45 után feltétel nélkül alkalmazzák Magyarországon is, és az összes szovjetek által megszállt országban. Ezen koncepció mentén kezdik felszámolni a politikai, potenciális politikai ellenfeleiket. Kik tartoznak első körben ide? Nagyon érdekes, hogy a nemzeti ellenállásnak a tagjai. Ez mit jelent? A nemzeti ellenállás alatt azokat az embereket értem, akik a német megszállás idején szembeszálltak a nácikkal. Azt gondolhatnánk normális logikával, hogy azok az emberek, akik szembeszálltak a nácikkal, azok a szovjetek barátai, hiszen antifasiszták mind a két oldalról. Tehát azt lehetne gondolni, hogy itt egy politikai szövetség jöhetne létre közöttük. De nem ez történik. És egy nagyon logikus egyébként szovjet hatalmi technikai szempontból, hogy miért ők lesznek az első számú ellenségek. Gondoljatok bele, hogy azok az emberek, akik az ország szuverenitásáért szembeszállnak egy megszálló erővel, adott esetben a náci Németországgal, azok a nemzet szuverenitása érdekében a szovjet megszálló erőkkel is fel fogják venni a versenyt, vagy összet a harcot. Számukra az ország szuverenitása az elsődleges cél, a legveszélyesebbek. Olyan sikeresen iktatják ki a nemzeti ellenállás tagjait ekkor, hogy mai napig tulajdonképpen el van tagadva, hogy egyáltalán volt
nemzeti ellenállás Magyarországon a náci megszállás idején. Mai napig az a, remélem a ti tankönyvetekben már nem szerepel ez a kifejezés, de nem régen még tudom, hogy itt tanították, hogy Magyarország volt az utolsó csatlósa a náci Németországnak. És ez a fajta, ez egy erős csúsztatás. Ez nem azt mondom, hogy hazugság, de egy erős csúsztatás, amely tökéletesen elfedi azt a valóságot, hogy Magyarországon már a német megszállás előtt is nagyon komoly kiugrási kísérletek voltak, nagyon komoly illegális és titkos szerveződések voltak, amelyet kormányszintről támogattak a német ellenes erők, és aztán 44. március 19-e után, a német megszállás után pedig fegyveresen is lehetett a németek ellen harcolni. Tehát ez az egyik, ami nagyon sikeres volt a kommunisták, még az emlékezetüket is kitörölt a tudatokból, a másik pedig a nemzeti bal felszámolása. Ez mit jelent? Azt jelenti, hogy voltak olyan baloldali magukat kommunistának, vagy legalábbis marxistának valló erők az országban, akik nemzeti alapon álltak. Tehát nem voltak hívei az internacionalizmusnak, nem voltak hívei a szovjet bolsevizmusnak, tehát ők azt szerették volna, hogy a szovjetek oké, kiűzték a németeket, tök jó vége a háborúnak, de akkor fáradjanak haza, amint megvan a békeszerződés, és mi itt tudunk magunknak egy szocialista új világot teremteni adott esetben. Rendkívül veszélyes szovjet szempontból, ugyanis azt mondja, hogy a bolsevizmuson kívül van másik út is a baloldalon. Egy alternatív baloldali gondolat, roppant veszélyes. Úgyhogy a második elsődleges célcsoport a nemzeti ellenállók mellett a nemzeti bal lefejezése volt, és csak ezután jött a politikai ellenzék felszámolása. 1946. évi 7. törvénycikkel hozzák, vagy hívják életre a köztársaság védelméről szóló törvényt, amely a fő ideológiája, amely mentén ez a törvény megszületik, és aztán alkalmazni fogják, ezt a fő ideológiát Révai József dolgozta ki. Egy nagyon erőteljes csúsztatással, de nagyon érdekes eszmefuttatás áll e mögött, ami arról szól, hogy Révai azt mondja, hogy hát most végre köztársaság van Magyarországon, halleluja, ezt meg kell védeni az ellenségektől, hogy ez így is maradjon. A magyar társadalom egyetért, hát tényleg meg kell védeni az ellenségtől. De hát ki az ellenség? Ki az ellenség ennek a demokratikus berendezkedésnek? Hát természetesen a fasiszták, hát ki más lenne az ellenség? Ugye már itt is van egy erős túlzás vagy csúsztatás, mert kik azok a fasiszták? Igazából ez egy olyan képlékeny fogalom, nem lehet mögé pontos definíciót tenni. Gondoljatok bele, vannak Magyarországon fasiszták. Magyarországon voltak náci barátok, voltak nyilasok, de fasiszták. Hát ez egy olasz sajátosság, azok ott Olaszországban köszönik, jól érzik magukat. Ugye az, hogy fasizmus elleni harc, ez Sztálin kreálmánya volt. Az volt a lényege, hogy véletlenül se náci elleni mozgalmat hozzon össze, ugye nácik nevében a nemzeti szocialista, hát ez gyanús, ez olyan nemzeti, meg szocialista is, hogy lehet egy szocialista nemzeti, meg nehogy már minket valahogy összekapcsoljanak vele, tehát nácikról nem jó beszélni, nem beszélve arról egyébként, hogy Hitler és Sztálin között szinte az utolsó pillanatig összjáték volt, tehát segítették egymást hatalomba kerülni és hatalomban maradni is, tehát közöttük azért nagyon komoly kooperáció volt. Sztálinnak nem volt érdeke náci ellenes mozgalmat részrehozni, ezért kitalálta ezt az antifasiszta mozgalmat. Mai napig egyébként ez olyan sikeresen átültette a közgondolkodásba Sztálin ezt a fogalmat, hogy mai napig fasisztáznak a közélet, egész világon egyébként a közéletben meg antifasiszta mozgalmak vannak. Ennek itt van a gyökere. Tehát visszatérve, hogy ki az ellenség, a fasiszta az ellenség, de ezen a csúsztatáson is tovább lép Révai, és azt mondja, hogy hát ugye kik a fasiszták, hogy miért baj, miért ellenség a fasiszta? Hát azért fasiszta, mert vissza akarja hozni a régi rendszert, a 45 előtti rendszert, vagyis reakciós. Reakciós, mert visszakívánkozik a Horthy rendszerbe. Ha reakciós, akkor az mit jelent? Hogy nem kívánja a mostani, tehát a demokratikus átalakulásnak nem híve. Magyarán ki a reakciós?
az, aki nem kommunista. Tehát ezek ilyen nagyon nagy bakugrások, nagyon nagy csúsztatás van ebben az egész logikai láncban, de ha megnézitek a 45 november 4-i népgyűlési választások eredményét, lehet látni, hogy a Magyar Kommunista Párt a 17%-ot sem éri el. Vagyis ki az, aki nem kommunista, aki reakciós és ellenség? A magyar társadalomnak több mint 80%-a. És hogyha ezt az adatot hozzárakjátok a törvényhez, a 46. évi 7. törvénycikk elvárásaihoz, meg a mögötte lévő ideológiához, akkor egyből összeáll, hogy miért hívták pillanatokon belül ezt a törvényt hóhér törvénynek. A 46. évi 7. törvénycikk alapján rengeteg embert végeztek ki és juttattak hosszú-hosszú évekig börtönbe. Ugye ez az átmeneti időszak, ez a fenyegetett demokrácia időszaka, ezt úgy 47-48-ig szoktuk behatárolni. Ugye 47. február 25-én elhurcolják Kovács Bélát, ugye ez a kommunizmus áldozatainak emléknapja néhány éve, és megtörténik a kékcédulás választás 47. augusztusban. Gyakorlatilag 48-ra egyesül a Szocdempárt, kényszerből ugye a kommunista párttal létrejön a Magyar Dolgozók Pártja, és ezáltal hivatalosan is egypártrendszer lesz Magyarországon. De ezzel nem tér véget a harc, vagy ha úgy tetszik, a háború a magyar nemzet ellen. Fel kell számolni azokat a társadalmi csoportokat, akik fenyegetést jelentenek a kommunista hatalomra. Hát kik jelentenek fenyegetést? Elsődleges célpont természetesen az egyház, mindegyik egyház. Ezt már a Vörös Hadsereg bevonulásakor is egyébként az egyházi személyek, a papok, lelkészek, stb. Kiemelt célpontok voltak. Tehát a Vörös Hadsereg is rendkívül kegyetlenül bánt el a papokkal, mikor végigvonult az országon. De miért veszélyes rájuk nézve az egyház? Az egyház elvileg azért olyan mélyen nem merül bele a politikába adott esetben, akkor miért? Azért veszélyes, mert az egyháznak saját értékrendje van, saját etikája van, és saját jövőképe van. És ezzel tulajdonképpen az embereknek a lelkében egy olyan helyet foglal el a hit, a vallás, amely a kommunisták számára elengedhetetlen egy totális állam kiépítésekor. Tehát a totalitarizmus, a totális állam, az nem egyszerűen diktatúrát jelent. Legyen világos. A diktatúra az lehet politikai, és csak a politikai térben működhet. A totális állam az ember lelkét is akarja. A kommunistáknak az volt a sajátsága, ami egészen más volt minden korábbi, akár a náci rendszerhez képest is, hogy ők az ember lelkét is ki akarták sajátítani. Lehozták a mennyországot a földre, azt mondták, hogy ha nagyon keményen dolgozol, mindent oda teszel, akkor majd az unokáid egy földi paradicsomban fognak élni. Neked most szenvedned kell, de az unokáidnak jó lesz. Ez az elképzelés, ha belegondoltok, ugyanaz, mint a mennyország képe, amit az egyházak közvetítenek. Tehát számukra tehát ők egy vallás, nem egyszerűen egy politikai ideológia akartak maradni, ők vallássá akartak válni. A polgári társadalom szintén elsődleges ellenségnek számított. Miért? Azért, mert egy polgári társadalom, aki szakmával, tudással, megélhetéssel rendelkezik, van magántulajdona, van saját világa, családja, stb., amit védeni akar, azok az emberek soha nem lesznek olyan szinten kiszolgáltatottak, hogy totális függés alakuljon ki a politikai rezsim és az adott társadalom tagjai között. Tehát a magántulajdonon alapuló polgári gondolkodást is, az önellátás, meg az öngondoskodás képességét is fel kellett számolni egy totális államban. A politikai ellenzéket nem magyarázom, az nyilvánvaló, hogy miért volt számukra fontos, hogy az alternatív politikai pártok megszűnjenek létezni.
Majd 1949-re elérnek oda, hogy a fő ellenségeket leszámolták, és kezdődik a párton belül leszámolás. Ez is gondolom tankönyvi tétel, a rajper az első ilyen nagy per sorozat. Ez sem egy per, hanem holtperek kapcsolódnak a főügyhöz, és számos kommunista pártfunkcionárist számolnak le. Ebben a perben is, és utána még számos perben is. Ez egyébként egy totális diktatúrának a együttjáró jelenség, egyszerűen fölfalja saját magát a diktatúra. És megkezdődik az 50-es évek elejére a saját társadalmi bázisuknak a felszámolása is. 45 januárjában létrehozzák a politikai rendészeti osztályt Péter Gábor vezetésével. Ez a Péter Gábor kulcsfigura lesz 53-ig. 53-ban aztán bukik, de 53-ig a legnagyobb terror idején ő vezeti az állambiztonsági, meg az államvédelmi osztályt. Ezt nem mondom el nektek, itt fölírtam a szervezeti átrendeződését, nyilván számos, az idők során számos nevet kapott, ezt nem hiszem, hogy érettségi tétel is kellene tudni. Mit jelent, ahogy a politikai rendőrség hogyan támadja a kommunista párt saját társadalmi bázisát? Ugye itt arról van szó, hogy az ellenség már megszűnt létezni. A főbb ellenséges csoportokat letartóztatták, kivégezték, stb. De egy terrorisztikus állam nem működik terror nélkül. Tehát új célpontokat kell keresni, és ekkor tulajdonképpen a parasztság és a proletárság, tehát az a két társadalmi bázis, akiknek a nevében gyakorolják a hatalmat, ők kerülnek sorra. A parasztság még egyébként jobban is érthető, egy magabíró parasztember, akinek van annyi földje, hogy el tudja tartani a családját, szintén nem lesz olyan szinten kiszolgáltatott, nem lesz olyan gyökértelen, hogy a rendszer feltétlen hívévé váljon. Tehát azokat a parasztokat, akik bármilyen kis vagyonkával rendelkeznek, lehet, hogy csak annyival, hogy az éhhaláltól meg tudja menteni a gyerekeit és a feleségét, már kuláknak minősül ebben az időszakban. Ugye ez is egy orosz szó, gazdag parasztot jelent az orosz nyelvben, a szovjetek szerint. Elképesztő propaganda indul az 50-es évek elején az úgynevezett kulákok ellen. Itt láttok egy fotót, amint egy ronda, szőrös, kövér póknak ábrázolja a parasztokat. De nem csak a parasztság ellen indul meg ekkora retorzió, hanem a munkások ellen is. Méghozzá olyan, az erőszakos iparosítás következtében olyan normaemelések vannak, elképesztő a munkamennyiség, és nincsenek munkavédelmi szabályok. Nincsenek munkavédelmi előírások, rengeteg az üzemi baleset, rengeteg a rossz minőségű gyártási technológiának és gépeknek a következtében, rengeteg a selejtes termék. De ezeket nem balesetnek, meg véletlennek írják ekkor le, hanem szabotázsnak minősítik. És szabotázs miatt számos embert állítanak bíróság el, és nagyon súlyos büntetéseket kapnak. Ez a csengőfrász időszaka, nyilván ezt a szót hallottátok, remélem, ez egy olyan állambiztonsági toposzból jön ez a kifejezés, hogy ugye egy terrorgépezet, egy államvédelmi szervezet akkor lehet igazán félelmetes, hogyha félelmet kelt az emberekben önmagában a megjelenésével, önmagában az egyenruhájukkal, a létükkel, ha nem is csinálnak semmit. Csak ott vannak, az emberek már félnek tőle, ekkor hatásos egy terrorgépezet. Ezért rájátszanak bizonyos toposzokra. Például arra, hogy a nagy letartóztatások azok éjszaka történnek. A semmiből egyszer csak megszólal a csengő, kijön pizsamában, ajtót nyit a szerencsétlen áldozat, és úgy, ahogy van pizsamástól, elhurcolják a családja mellől, vagy akár az egész családját elhurcolják, betuszkolják egy fekete autóba, egy lefüggönyözött fekete autóba, és elviszik ki tudja hova, lehet, hogy soha többet vissza nem tér. Ezek toposzok. Ez nem azt jelenti, hogy nem volt ilyen, de hogy nem volt. Direkt rá is játszottak ezekre, tehát néha direkt színházi jelenetekként megrendezték az ilyen letartóztatásokat, hogy ennek híre terjedjen.
hogy az emberek beszéljenek róla, hogy féljenek, hogyha megszólal adott esetben a csengő. Ez a csengőfrász időszaka. Látjátok, hogy a fekete autó sem volt feltétlenül fekete, ezen a képen pont nem az. Tehát ezek mind toposzok voltak, de félelmet keltő toposzok, és tudatosan rájátszott erre az államvédelmi szervezet. Kialakítják a besúgó hálózatot. Ugye ez majd igazából a Kádár rendszer idején lesz sokkal izgalmasabb kérdés, mert ekkor a besúgó hálózat az tényleg egy terrorszervezet félelmen alapuló hálózata, akik ekkor tulajdonképpen besúgóvá válnak, azokat többnyire erőszakkal szervezik be. Tehát nincs más választásuk, pressziós alapon szervezik be ekkora besúgókat, de, mint látjátok, fölírtam, nagyjából 50 és 53 között a terror legsötétebb éveiben nagyjából 35 ezer ember dolgozott civilként, besúgóként az államvédelemnek. És azért még egy pár szót az internálásról, szerintem ez is érettségi tétel lehet, remélem, hogy... Mi is volt az internálás, meg ez a kitelepítés? Nagyon röviden, az internálás azt jelentette, hogy az államvédelmi hatóság mindenféle bírósági eljárás nélkül, vagyis tárgyalás nélkül bárhol, bárkit letartóztathatott, és ítélet nélkül internáló táborokba zárhatott. Ez visszaállítják már a háború alatt az internálás intézményét, de igazán drasztikus és brutális 50 és 53 között volt, amikor is az AVH, az Államvédelmi Hatóság, önálló főhatósági rangot kapott, és megkapta a nagy internáló táborok felügyeletét. Többek között ők hozzák létre 1950-ben Recsket is. Recskről biztos hallottatok. Ez egy internáló tábor volt, szerintem nyugodtan lehet akár haláltábornak is minősíteni. Persze nem abban az értelemben, ahogy egy náci koncentrációs tábor volt, tehát oda nem legyilkolni vitték az áldozatokat, de olyan körülményeket teremtettek számukra, ez egy kényszermunkatábor volt, olyan körülményekkel, hogy nagyon sokan nem élték túl. És hozzá kell tenni, hogy önmagában ez még kevés lenne a haláltábor minősítéshez, de nem kellett a tábor őreinek az emberélettel elszámolni. Tehát eleve úgy vitték oda az embereket, hogy az a legjobb, ha meghalnak. És ez a tábor bejárata fölött volt egy felirat, egy szlogen, ezt pont az előző szlájton írtam fel, hogy ne csak őrizd, gyűlöld is. Tehát ez volt az AVH-sok hozzáállása az AVH által fenntartott internáló táborokban és börtönökben. A kitelepítés az egy kicsit más tészta, nem jó összekeverni az internálással. A kitelepítés egy olyan szintén mindenféle bírósági ítélet nélkül az AVH saját hatáskörében végrehajtható szankció volt, ami például a nyugati és a déli határsávból eltávolították azokat az embereket, akik társadalmi szempontból, osztály szempontból megbízhatatlannak számítottak. Őket elsősorban a hortobágyi telepekre szállították. Úgy kell elképzelni, hogy juhaklokba elképesztő körülmények között telepítettek ki családokat, kisgyerekes családokat, és 3 évig ott tengették az életüket. Ez volt az egyik nagy kitelepítési sorozat, a másik pedig a budapesti kitelepítések voltak 1951 nyarán. Ez meg nem szólt másról, mint hogy lakásínség volt 45 után Budapesten, ugye a háború azért nem kímélte a házakat Budapesten, ezért azok a kommunista és állambiztonsági vezetők, akik kinéztek egy-egy megmaradt, éppen maradt polgári lakást, meg akarták szerezni maguknak, az volt a legegyszerűbb, ha annak tulajdonosait, illetve az ott lakókat egész egyszerűen kitelepítik, kilakoltatják. 1951 nyarán Budapestről becsléseink vannak, mai napig nem tudunk pontos számokat, de 15 és 18 ezer fő között volt azoknak az embereknek a száma, akiket egyik pillanatra a másikra elüldöztek az otthonukból, és kényszer lakhelyet jelöltek ki számukra valami kis faluban. Általában az volt a koncepció, hogy a kis falvakban, ahol nincs lehetőleg munkalehetőség, tehát véletlenül se tudjanak ezek az emberek bármiből is megélni,
és olyan ott is, a kisfalvakban is olyan házakba szállásolják el őket, akik osztályellenségnek vagy iskuláknak minősült az ő szempontrendszerük alapján, tehát duplán büntették a befogadót is, meg a kitelepítettet is. Nagyon embertelen történetek vannak, és embertelen sorsok vannak a kitelepítések mögött is. Ugye 1953-ban meghal Sztálin, az a nagy terror időszaka, amit Magyarországon 50-53 közé tehetünk, tulajdonképpen véget ér, de azért nagyon nagy fellélegzésre nincs oka a magyar társadalomnak. Mi történik? A szovjetek rájönnek, hogy az egész blokk úgy, ahogy van, nagyon komoly válságban van, társadalmilag, gazdaságilag. Válságmenedzselés kezdődik. Tehát az első Nagy Imre kormány nem más, nem reformokról van szó, korán sem, ez egy kríziskezelés, válságmenedzselés. Abban bízik a szovjet vezetés, hogyha olyan embereket ültet a megszállt országok kormányainak élére, akik tudnak egy kicsit lazítani a sztálinista hatalomgyakorlási módokon, akkor ki lehet húzni a szelepet, és talán megmenekül a blokkettől, a mérhetetlen válságtól, és annak a következményeitől. Nagy Imre valóban hoz újat. Például a leghíresebb rendelkezése, hogy megszünteti az internálás intézményét. Felszámolja az internáló táborokat. Nagyon fontos, de azért azt is látni kell, hogy itt nem az történik, hogy az internáló táborokból az emberek szépen hazamennek és bocsánatot kérnek tőlük az illegális fogvatartásért, szó nincs róla. Az történik, hogy mivel ezeket az embereket bírósági eljárás nélkül tartják fogva évekig, ezért úgy gondolják, hogy az igazságszolgáltatás része most bíróság elé állnak, és egy bíróság fogja eldönteni, hogy az adott bűn, mert az nyilván bűnösök, tehát bűn nélkül nyilván nem kerültek volna internáló táborba, az adott bűnöknek milyen súlyú büntetés, vagy adott bűnökhöz milyen súlyú büntetés mérhető. És ezek az emberek az internáló táborból bíróság elé állnak, és ha szerencséjük van, akkor a bíróság olyan ítéletet szab ki, ami már az letöltött nek vehető. Tehát nem szab ki súlyosabb börtönbüntetést, mint amennyi időt ők internáló táborban ültek azt megelőzően, így valóban hazatérhetnek többségükben, de hozzá kell tenni, hogy rendőri felügyelet alatt maradnak. Ez az úgynevezett REF, így rövidítették. A rendőri felügyelet annyit jelent, hogy ki van jelölve a lakhely, adott esetben Budapesten, meg nagyvárosokban nem telepedhetnek le, akkor sem, ha ott éltek korábban. Tehát meg van szabva, hogy hol lakhatnak, meg van szabva, hogy milyen mozgásterük van, adott esetben azt a települést, amit kijelölnek számukra, nem hagyhatják el, és rendszeresen jelentkezniük kell a rendőrőrsön. Ez a rendőri felügyelet. De nem csak ők, nekik kell rendszeresen jelentkezni, hanem őket is rendszeresen zaklathatják a rendőrök bármikor, az éjszaka kellős közepén, bármikor. Tehát nagyon szigorú felügyelet alatt állnak. A másik a kitelepítések, hasonló, megszűnnek a kitelepítések, a hortobágyi zártáborokat is felszámolják, de azt is ugyanilyen következményekkel, ezek az emberek ki vannak tiltva az ország fontosabb ipari központjaiból, innentől kezdve nehezen tudnak munkát találni, ugyanúgy refeladtálnak, ugyanúgy a munkakönyvökben ott van, hogy politikailag megbízhatatlan, tehát az egzisztenciájuk az tulajdonképpen teljesen el van lehetetlenítve. Ami még nagyon érdekes a Nagy Imre időszakából, hogy megszünteti az államvédelmi hatóságot, azt a szervezetet, amely egyértelműen felelős az azt megelőző terrorért. De hogy szünteti meg? Úgy, hogy beintegrálja a belügyminisztérium alá, tehát a főhatóságát szünteti meg a szervnek, beintegrálja a belügyminisztérium alá, és az történik rövid úton, hogy az államvédelem elfoglalja a belügyet, és létrejön egy kvázi, egy államvédelmi minisztérium. Tehát nem a belügy nyeli le az AVH-sokat, hanem fordítva, mi ezt úgy szoktuk mondani a szakmában, hogy a megszüntetve megőrzött államvédelmi hatóság. És ennek a következménye az, hogy a magyar társadalom nem veszi észre, hogy nincs többé AVH.
nem veszi észre, mert gyakorlatilag van. Tehát a koncepciós perek ugyanúgy folytatódnak 53 után, az AVH retorziói viselkedése mit sem változik 53 után, és így érkezünk el 1956-ig, ez biztos, hogy kivesézitek minden évben október 23-a táján, úgyhogy ezt nem részletezném 56-ot, csak egyetlen egy, illetve két gondolatot engedjetek meg. Amikor 56 nyarán már forr a levegő Magyarországon, a Petőfi körös viták vannak, kritikát fogalmaznak meg értelmiségi körökben a rendszer fennállását illetően, ez egy nagyon komoly előrelépés az azt megelőző totális terror idejéhez képest, de az a sajátos helyzet jön létre 56-ban, hogy egy nemzeti egység kezd kovácsolódni. Magyarországon ez a nemzeti egység szerintem nagyjából akkor volt utoljára. Nagyon fontos pillanat. Azok az emberek, akik maguk kommunisták és hisznek a rendszerben, de megjárták a börtönöket, ugye a párt felszámolja saját magát is, és kikerülnek 53 után fokozatosan a börtönökből, de ők is változtatni akarnak, nem akarnak újra személyi kultusz. Tehát a kommunista baloldaltól egészen a szuverenista, polgári, gondolkodású értelmiségig egy nagy közös nemzeti egység jön létre, az egyetlen alaptétel, hogy ebből elég volt. Na ez október 23-án ez tör a felszínre, és három alapvető követelése van ekkor a nemzetnek, a nemzeti függetlenség, tehát a szovjetek vonuljanak ki, számolják fel a terrort, és szűnjön meg az AVH. Ugye ez is nagyon kedves gondolat, mert elvileg 53 óta nincs, tehát a magyar társadalom erről nem tud. És még egy gondolat, amit 56 kapcsán kiemelnék, és aztán tovább lépünk, hogy nagyon sokat beszélünk a pesti srácokról, és a szuverenitás harcokról, a budapesti legnagyobb hadsereg ellen, a pesti srácok milyen hősiesen harcolnak. Ez mind szép és jó, és így is van. De azt elfelejtjük, hogy mi van ekkor vidéken. Vidéken nincsen háború, vannak sortüzek, van fegyverhasználat, de jóval kevesebb helyen, és jóval ritkábban. Ezért lehetőség van az építkezésre. És a magyar társadalom valami olyasmit tesz 56-ban, ami szerintem a világon szinte egyedülálló, néhány nap alatt megszervezi saját magát. Alulról, saját kezdeményezésre, saját maguk közül a legtotál teljesebb demokratikus úton vezetőket választ, és létrehozza a helyi közigazgatási szervezeteket. Ezek a forradalmi bizottmányok, vagy a nemzeti bizottmányok. Ez azért zseniális, mert ez egy olyan demokratikus késztetés, olyan demokratikus hagyomány, amire lehet hivatkozni akkor, amikor esetleg számon kérik, vagy azt mondják a magyarokra, hogy nem tudnak demokráciában gondolkozni, nem is tudják, mi az. Hát meg kell nézni, hogy mi történik 56-ban. Ez szerintem önmagában egy csoda volt. És akkor jön az a rész, ami nekem a kutatási területem, és azt hiszem, hogy sokkal izgalmasabb, mint az 50-es évek terrorja. És ez a Kádár rendszer. Tudni kell, hogy a Kádár rendszer nem úgy kezdődik, hogy gulyás kommunizmus lesz Magyarországon. A Kádár rendszer úgy kezdődik, hogy Kádár nagyon jó politikus, tehát ez egy nem buta ember, nagyon jól tudja, hogy ahhoz, hogyha ő meg akarja őrizni a hatalmát, már pedig meg akarja, akkor nem teheti azt, amit Rákosiék csináltak. Nem lehet egy Sztálin típusú személyi kultusszal folytatni, mert akkor egy újabb 56 lesz a vége. Számára nyilvánvaló, hogy a magyar társadalommal ki kell egyezni. Meg is kezdi már 56 novemberében, ahogy átveszi a hatalmat, azonnal megkezdi a tárgyalásokat azokkal az önkormányzati sejtekkel, amiről az előbb beszéltem, Budapesten ezt a munkástanácsok. Ugyanaz, egyébként a különböző gyárakban létrejövő munkástanács szervezetek ugyanazon a demokratikus alapgondolaton jönnek létre és épülnek fel, mint a nemzeti és a forradalmi bizottmányok, és a Kádár tudja, hogy nekik van legitimitása jelenleg az országban. Az emberek maguktól hozták létre, tehát a hatalom legitimitása ezekben a szervezetekben van. Nagyon jó érzékkel felismeri, és rájön, hogy ha velük megegyezik, akkor megnyerte magának a magyar társadalmat.
de a munkástanácsok és a nemzeti bizottmányok és a forradalmi bizottmányok nem hajlandók tárgyalni Kádárral, ugyanis van egy alapvető követelésük. A szovjetek menjenek ki. Addig, amíg a szovjetek itt vannak, nincsen tárgyalási alap. Kádár viszont tudja, hogy a szovjetek nélkül neki nincs hatalma. Egyetlen egy támasza jelenleg az a szovjet hadsereg, amely őt hatalomba segítette. Így nincs tárgyalási alap. November végére, 56 novemberének végére rájön Kádár, hogy nem, ezt az utat nem tudja még járni. Ezért lesz egy átmeneti időszak, ez a megtorlások ideje, amikor visszanyúl a sztálini terrorhoz. A megtorlásokat ugyanazzal az eszközrendszerrel bonyolítja le, mint amivel az 50-es években a terrort csináltak, de nem csak az eszközrendszere ugyanaz, hanem az emberek is. Nagyon érdekes, hogy megígéri Kádár, hogy felszámolja az AVH-t, és el is kezd egy felülvizsgálatot. Tehát az a mondás, hogy azok, akik részt vettek a személyi kultusz visszaéléseiben, akik embereket kínoztak, vertek az Andrássy út 60 pincéiben, azok nem maradhatnak az ekkor már állambiztonságnak nevezett politikai rendőrség kötelékében. A felülvizsgálatok úgy néznek ki, hogy 1500 valahány tiszt áll ekkor állományban, ezeket felülvizsgálják, összesen 15-nél találnak valami halvány utalást arra, vagy bizonyítékot, hogy lehet, hogy fizikálisan bántalmazott letartóztatottakat. A 15-ből 7-et elbocsájtanak, de 1-2 hónapon belül közülük is mindegyik egy kivételével, vagy kettő kivételével visszakerül az apparátusba. És nem véletlen, nem azért, mert Kádár szereti őket, Kádár is megjárta a kommunista börtönt korábban, nem szereti őket, nem is bízik bennük, de tudja, hogy csak a rendteremtés és a hatalmának a megszilárdítása csak terrorral történhet meg. Nincs még lehetőség a kiegyezésre. Ezért egy brutális megtorlást vezényel rá. Szokták összehasonlítani a 48-49-es forradalom utáni hajnaú féle rémuralommal. Sokkal magasabbak a számok, ez így van, de szerintem a még brutálisabb következő összehasonlításban a még brutálisabb tény az, hogy hajnaú egy idegen hatalom, a Habsburg hatalomnak az embere volt. Kádár idején viszont ugye magyar ember gyilkolt magyart. Egyetlen egy még Mansfeld Péter kapcsán, nem véletlenül raktam oda a képét, biztos hallottatok az ő történetéről, és az van a köztudatban, hogy Mansfeld Péter esetében a kádári megtorlógépezet megvárta, hogy betöltse a 18. életévét, és utána akasztották fel. Ez így ebben a formában nem igaz. Ugyanis mikor megkezdődik a kádári megtorlás, akkor módosítják a büntető jogszabályokat, és a halálos ítélet kiszabhatóságának és végrehajthatóságának korhatárát leszállították 16 évre. Tehát Mansfeld Pétert fel lehetett volna akasztani a 18. születésnapja előtt is nyugodtan. Azért, hogy ez nem történt meg, semmi köze a születésnapjához, arról volt szó, hogy március 21-e, nektek már nem mond semmit ez a dátum, de ez a tanácsköztársaság ünnepe volt, és ünnepeltették egészen 89-ig, és március 21-ét a kommün vagy a tanácsköztársaság ünnepét azzal akarták megünnepelni, hogy ezt az alig 18 éves fiút fölakasztották. Tehát a valóság sokkal brutálisabb, mint ami az emlékezetben megmaradt. És mi történik a megtorlások után? Ugye, mint mondtam, hogy Kádár jó politikus volt, úgyhogy ő tudta, hogy ezek a módszerek jó ideig, óráig muszáj, kénytelen kelletlen alkalmazom, meg kell törni azt a makacságot a magyar emberekben, hogy ők azt gondolják, hogy saját uraik akarnak lenni, és úgy akarnának élni. De Kádár már gondolkodik előre, és tudja, hogy így vagy úgy előbb-utóbb ki kell egyezni a magyar emberekkel, és ez megtörténik. Egyfajta szövetségi politikát kezdeményez, csak az a probléma ezzel, hogy egy szövetségi politikának az lenne az alapja, hogy valakik, és mindenképpen többes számban, szövetséget kötnek egymással. Itt erről nem volt szó. Itt volt a pártállam részéről egy diktátum, amit a magyar társadalom elfogadhatott, vagy ha nem,
akkor tudta, hogy mi következik, akkor végigélte a megtorlások idejét, hogy ugyanaz a terror lesz, mint volt korábban. A magyar társadalom tökéletesen kiábrándult és megtört, borzasztóan sokat szenvedett 1944-től kezdve. Elege volt a magyar társadalomnak ebből, ezért belement abba a játékba, hogy úgy tett, hogy kiegyezett a hatalommal. De mondom, ez egy paktum volt a kádári rezsim részéről. Az volt a lényege, hogyha a magyar emberek elfogadják, hogy mi vagyunk hatalmon, nem akarnak beleszólni, nem is érdekli őket a politikai szféra, hanem el vannak a magánéletükben, akkor a magánéletükből kivonulok, mondja ezt a hatalom. Nem kell félni a csengőfrásztól, nem kell félni az utcáról elhurcolástól, a fekete autóról. Az állambiztonság kilép a magánszféra területéről, ha tartod magad az íratlan szabályokhoz. Ha belegondoltok, hogy mi volt előtte, ez egy hatalmas fellélegzés az emberek számára. Tehát nem véletlen, hogy a Kádár rendszer iránt mai napig is van egyfajta nosztalgia. De hogy értsétek, ennek a nosztalgiának és ennek az előrelépésnek csak a Rákosi rendszerhez viszonyítva van értelmezhető kontextusa. Különben nincs. A diktatúra keretrendszere nem változik. A hatalomgyakorlók egyetlen egy alapja, a hatalmon maradásuknak az alapja a szovjet hadsereg továbbra is. Nincs magántulajdon, a politikai rendőrség felügyeli a teljes társadalmat, csak más módszereket használ. Tehát nincs különbség a diktatúra között, a hatalom gyakorlási technikában van változás Kádár idején. És mi ez a hatalom technika? Mivel gyakorolja Kádár a hatalmát? Ugye az állambiztonság, a politikai rendőrség továbbra is kulcs szereplő marad, a teljes felügyelete a társadalomnak biztosítva van, de más a hozzáállása. Még Rákosi ugye azt mondta, hogy aki nincs velünk, az ellenünk van, Kádár azt mondja, hogy ha nem vagy ellenünk, tehát betartod a játékszabályokat, és csak magaddal, meg a családoddal foglalkozol, akkor velünk vagy. Magyarán az állambiztonság nem terrorisztikus eszközöket használ alapesetben, hanem megfigyel, lejárat, bomlaszt, adott esetben leválaszt. Ez mit jelent? Azt jelenti, hogy érzékenyen figyeli, hogy a társadalom egyes csoportjaiban vannak-e olyan önszerveződő sejtek, akik úgy összejönnek, gondolkodnak, beszélgetnek, adott esetben az ő közösségükből egy rendszer ellenes politikai mag megkezdhet kifejlődni. Ez nagyon veszélyes lenne. Ilyenkor jönnek a finom módszerek. Ez a lejáratás. Adott esetben kiválasztják azt az embert, aki abban a közösségben hangadónak tűnik, aki köré szerveződik, az a csoportosulás. És őt járatják le, és ezzel szétszéled a társaság. De milyen eszközökkel járatják le? Egyetlen egy tipikus példa, ez egy bevet volt, valamiért beidézik ezeket a fiatalokat, mondjuk adott esetben fiatalok, egy rendőrségi helyszínre, nem lehet tudni, hogy milyen közigazgatási eljárás van ellenük, dohányoztak az utcán, vagy mi. Nem tudják, hogy miért beidézi őket a helyi rendőr őrsre a rendőrség. És akkor ülnek a folyosón, és várakoztatják őket. Bizonytalanság, félnek, hogy jaj, most mi lesz. És akkor jön egy ilyen ruhás tiszt, aki oda köszön az ott ülő fiatal embernek, akit ők a központi figurának tartanak, hogy szia Zoli, és megy tovább, semmi, ennyi. Na hát ezzel aztán elhintik a bizalmatlanság csíráját. Ezt ismerik a rendőrök. Ki ő? Honnan ismerik? Besúgó, ügynök? Totál bizalmatlanság. Innentől kezdve ez a csoport még mielőtt kialakulhatott volna, szét van verve. Tehát ilyen technikákat alkalmaznak, nagyon finom, nagyon manipulatív és nagyon-nagyon más a nyílt erőszakhoz képest, amit az államvédelem csinál 56 előtt, meg a megtorlás időszakában, de tudni kell, hogy abban a pillanatban, amikor valakit nem lehet ilyen finom módon manipulálni, abban a pillanatban, amikor valaki nyíltan nem tartja be a játékszabályokat, és nem hajlandó
a rendszerrel. Nem azt mondom, hogy azonosulni, de nem hajlandó elfogadni a rendszer működését. A hatalom azonnal megtorol, ugyanolyan brutálisan, mint az 50-es években. Kényszergyógykezelések vannak. Ugye ezt a szovjetek találják ki, azt mondják, hogy hát ha valaki nem szereti a kommunizmus, hát ez a világok legjobbika, ez a legfejlettebb társadalmi berendezkedési rendszer. Ha valaki ezt nem szereti, az csak elmebeteg lehet. Hát normális embernek ez jó, tehát a rendszer ellenes embereket elkezdik egy idő után nem börtönbe vinni, hanem elmegy gyógyintézetbe, ahol elektrosokkal, meg különböző szerekkel tulajdonképpen agymosást végeznek rajta. Ez Magyarországon is megjelenik, nem olyan drasztikus formában, mint a szovjeteknél. A szovjeteknél ez népbetegség lesz kb. Az elmebaj. Magyarországon nem ilyen elterjedt, de van kényszergyógykezelés. De ugyanígy a börtön is. Tehát azok a politikai elítéltek a 80-as évekig folyamatosan vannak Kádár börtöneiben. Ha valaki megtagadja a sorkatonaságot, mert nem hajlandó fegyvert fogni, akár a vallása, akármilyen más meggyőződése miatt börtönbe kerül, és sorolhatnám. Tehát a rendszer addig kegyes, amíg a játékszabályokat valaki tartja. És hogy jön ez a kultúrában? Nagyon érdekes és nagyon izgalmas. A három tét nyilván tanultátok, tétel. Tilt, tűr, támogat. Ez ilyen nagyon egyszerűnek tűnik, de nem az. Ugyanis az a lényege ennek a három kategóriának, hogy soha nem lehet tudni, hogy melyikben vagyok. Tényleg nem? Meg hogy mikor kerülök át egy másikba? Van adott esetben egy író, aki ír verseket. Kicsit olyan kemény hangvételű és jól érezhetően rendszerkritikus vers. És nem történik semmi. Sőt, lehet, hogy adott esetben egy ilyen vers után a tűrt kategóriából a támogatottba kerül. És nem érti. Ez lehet akár a lejáratásnak is a része. Mert az az ember, aki ilyen verseket ír, és utána a rendszer kegyeltje lesz, nagyon jó fizetéssel ide meg utazgathat ide, hogy nemzetközi író találkozókra, az gyanús. Tehát akkor miért ír rendszerellenes verseket? Akkor ezt megbízásból teszi? Gyanús, tehát abszolút a lejáratás része is lehet ez a kategorizálás. De ugyanakkor a bizalmatlanság légkörének, meg a bizonytalanság légkörének a megteremtése is. Hiszen ha nem tudod, hogy mikor fog megtorolni a hatalom, és miért, totál kiszámíthatatlan. Egyszerűen nem tudsz alkalmazkodó lenni, nem tudod, hogy hol van az a határ, amikor még biztonságban vagy, és mikor nem. Ez a kiszolgáltatottság, ez is egy hatalomtechnikai eszköz arra, hogy az embereket tudják úgy manipulálni, használni, ahogy a hatalom szeretné. Úgy lehet ezt megfogalmazni, hogy Acél György, ugye, aki a Kádár rendszer egyik fő kultúrpolitikusának szokták nevezni, biztos bele is fér érettségítételben, hogy így nevezitek. Én azért nem szeretem ezt a meghatározást a céllal kapcsolatban, mert ez nem kultúrpolitika, amit csinál. Hát a kultúrpolitika mi? Arról szól, hogy egy nemzet, egy közösségnek a kultúráját megóvom, emelem, az emberek tudását, kulturális szintjét igényesebbé teszem, tehát az egész egy olyan politikai működésről szól, amelynek az a célja, hogy emelje egy társadalom, egy nemzetnek a szellemi színvonalát, meg az irodalmi és egyéb művészeti kultúráját. Hát Acél nem ezt csinálja, Acél kezeli az értelmiséget. Ez egy hatalom technikai eszköz, egy értelmiségkezelést végez, de azt profin csinálja. És a technikája az a kegygazdálkodás. Mit jelent ez, hogy kegygazdálkodás? Hát azt jelenti, hogy úgy tudom veled a kapcsolatot kialakítani, most elsősorban írókról, színészekről, művészekről van szó, úgy tudlak téged befolyásolni, hogy ne legyél rendszerellenes, hogy az én hatalmamat szolgáld, hogy személyes viszonyrendszert alakítok ki veled. Személyes kapcsolatba lépek, a személyes lekötelezettem leszel. Beteg az édesanyád, hozzatok neked gyógyszert külföldről. Magyarországon elérhetetlen, de te megkapod, mert az én emberem vagy. Rám számíthatsz. Szerelmi bánatod van. Ó, hát az a kis színésznőcske, nem tudom, elhagyott vagy, ki tudja, hogy hány szeretője van. Nem baj, elintézzük. A szeretői azok úgy eltűnnek egyik napról a másikra. Tehát elképesztő praktikák vannak, amiket Acél
elképesztő nagy gyakorlattal és profizmussal használ. És hogyha adott esetben túlléped a kereteket, az is jó, mert akkor kegyet tudok gyakorolni, meg tudok neked bocsátani. A kegygazdálkodásnak csak akkor van lényege, hogyha kegyet lehet gyakorolni, ha meg lehet bocsátani. Úgyhogy ebben a gondolatrendszerben a tiltott kategória is nagyon fontos a kultúrpolitika számára, mert ezzel is lehet játszani, egy tiltottnak meg lehet bocsátani. És ha megbocsátottam, és már egzisztenciálisan teljesen ellehetetlenül, nem tud kenyeret venni a gyerekeinek, de megbocsátást nyer, akkor többet nem fog olyan zeneszámokat írni, vagy olyan verseket írni, ami nyíltan uszító. Akkor ő megtalálja azt a formát, hogy úgy belesimuljon a rendszerbe. És tudjátok, tehát ez egy ördögi, de tényleg ördögi praktika. És ennek az ördögi praktikának az a mély zsenialitása, idézőjelben, hogy az is jó, ha te ellenem vagy. Az is jó, ha te nagyon szabadon beszélsz és kritizálod a rendszert. Mert ha megvan neked engedve, hogy kritizáld a rendszert, az azt jelenti, és publikálhatsz és vagy, hogy legitimálod az én rendszeremet, hiszen itt olyan szólásszabadság van, hogy megteheted. Ez is a rendszert fogja legitimálni egy bizonyos körön belül. Tehát egy rendkívül jól kimódolt dolog volt ez az acéli kultúrpolitika, és két zeneszámból hoztam nektek idézetet, ezt hallgassátok meg, YouTube-on fönt van, az egyik az Ész zenekar, ők mai napig is szoktak szerintem zenélni, a másik pedig az Európa kiadó, ők már talán nincsenek, de hogy a szövegük az annyira leírja, hogy miről az agyamban kopasz cenzor ül. Ez mire utal? A kádári időszakban annyira elérik ezzel a szövetségi politikával, vagy úgynevezett szövetségi politikával a társadalom együttműködését, hogy már nem kell nyílt cenzúrát használni, nincs rá szükség. Az emberek tudják, hogy mit engedhetnek meg maguknak. Az újságok élén nincsen egy cenzúra bizottság, aki ellenőrzi az aznap megjelenő cikkek tartalmát. A főszerkesztők tudják, mi az irányvonal, az újságírók tudják, hogy mit engedhetnek meg maguknak, ezt hívják öncenzúrának. Ez olyan sikeres, hogy az összes többi blogbeli ország irigykedik, és meg akarná valósítani ezt a fajta szisztémát a saját országában. Nincs Acél Györgyük, tehát így ilyen szinten nekik nem sikerül. És akkor nagyon röviden, még ha bírjátok, akkor... amivel én foglalkozom, az elsősorban a titkos szolgálatok. Én azt kutatom, hogy hogyan működött a hidegháború idején a hírszerzés, a kémelhárítás. És ez viszont nem érettségi tétel, tehát azért nem ezzel jöttem hozzátok, de tök izgalmas. Ugye a hidegháború, azt úgy is mondhatjuk, hogy a kémek háborúja volt, hiszen nincsen nyílt konfrontáció a két nagyhatalom között. Mindig vannak kisebb háborúk a világ különböző elzárt pontjain, de a nyílt konfrontációt nem vállalja fel sem a Szovjetunió, sem az Egyesült Államok. Viszont a hírszerzés szintjén elképesztő komoly rivalizálás folyik. És a szovjet blokk úgy működik, hogy a szovjet titkosszolgált, különböző nevei vannak, a legismertebb ugye a KGB, felosztja a területeket a blokk országai között, hogy ki miért felelős. És a magyar hírszerzés több dologért is felelős lesz, de amiben igazán nagyon jó, az a nyugat semlegesítése. Ez egy titkosszolgálati szakfogalom, ma úgy mondanánk, hogy érzékenyítés. A magyar újságírók a magyar hírszerzésnek dolgozva azt a feladatot kapják a Kádár rendszer idején, hogy épüljenek be a nyugati újságíró szervezetek vezetésébe. A 70-es évekre minden jelentős újságíró szervezet, a sportújságíróktól elkezdve, az idegen, tehát a turisztikai újságírókig, minden látszólag apolitikus szervezet vezetésében ott vannak a magyar újságírók, és nagyon profin próbálják manipulálni az újságokat, hogy adott esetben a Szovjetuniónak olyan érdeke úgy kívánja, akkor politikai állásfoglalásra bírják ezeket az újságíró szervezeteket. Akár mondom a sportújságírókat is, tehát a legapolitikusabb területeken lévő újságokat is. Ez a fajta hadviselés, mert ez a két világháború között lett nagyon fontos a szovjetek számára.
ugyanis ők a világforradalomra készültek, és rájöttek arra, hogy csak úgy tudják megnyerni maguknak a világot, meg nem tudom, a bolsevik forradalmat kiterjeszteni, hogyha a társadalmak az emberek szintén, egyének szintjén elfogadott az ő ideológiájuk. Ezért az ő befolyásolásuk az elsődleges szempont volt, és erre épül rá aztán az újságíróknak a hírszerző feladata a Kádár rendszer idején. És a másik, a nagyon fontos, amit szintén profin csinálnak a magyar hírszerzők, az az embargós technológiáknak a megszerzése. A hidegháború idején az Egyesült Államok minden évben kiad egy listát. Úgy hívják, hogy COCOM lista, és a COCOM listán azok a berendezések, technológiai műszerek, meg különböző technológiák vannak, amely a legmodernebb high-tech fegyverek előállításához kellenek. Nyilván ezeket nem lehet eladni kelet-európai országnak, ezeket védik a szovjetek elől, tehát egy nyugati cég, igaz, hogy magán cég, és neki a profit az első, és bocsánat, de magasról leszarja a hidegháborút, meg az ideológiai hadviselést, hogy profitot akar termelni, és akkor jön egy amerikai hatóság, és ad neki egy COCOM listát, hogy már pedig a termékeidet nem adhatod el a keleti államoknak. Hát ez nem annyira profitábilis megközelítés, úgyhogy ezt a nyugati cégek nem is nagyon szeretik. Hajlandók eladni ezeket a technológiákat, jóval drágábban. Tehát nekik csak jól jön a COCOM lista, más nem csinál ez a lista, csak megdrágítja a beszerzési árakat. A keleti országok viszont hajlandók jóval többet fizetni a piaci árnál, csak hogy hozzájussanak. És úgy kell elképzelni ezt az embargós beszerzést, nem úgy, hogy jön egy 007-es, és akkor mindenféle high-tech szerszámokkal, meg kis fotó felszereléssel belopózik, és fotózza a tervrajzokat, és akkor viszi a KGB-nek. Nem. Ez adásvétel útján kerül a blogba, és ebben nagyon profik a magyar külkereskedők, akik szintén egy jelentős részük a hírszerzésnek dolgozik. És akkor egy gyors lezárás. Ez az utolsó diám, és ez egy nagyon nagy téma, hogy hogyan jutunk el 1989-ig. Én itt erre nem is mennék bele, mert már látom a fáradtságot az arcotokon, de talán két dolgot kiemelnék, csak hogy értsétek, hogy mi lesz ennek a rendszernek a vége. Ugye van egy sajátos millió, ez a szövetségi rendszer a Kádár rendszerben, amiben benne van az, hogy lehet ellenzéki hangokat hallatni. Ez 80-as évek elejére fel is erősödik. Megjelenik a párton kívüli ellenzék. Ez mit jelent? Nyilvánvaló, hogy egy pártrendszer, ha egy pártrendszer van, az soha nem lehet egységes, ilyen nincs. Tehát ha egy pártrendszer van, akkor az ellenzék is a párton belül van. De van ellenzék, olyan nincs, hogy nincs. A 60-as, 70-es évekre ez a jellemző, hogy a párton belül vannak kis frakciók, kis csoportok, akik próbálják kritizálni a fő, bizonyos területeken a párt fő vonalát. De a 80-as évek elejére megjelenik a párton kívüli ellenzék, két nagy csoportja van leegyszerűsítve. Az egyik magukat radikális vagy demokratikus ellenzéknek nevező csoport, ők belőlük alakul később a 80-as évek végére az SZDSZ, a Szabad Demokraták Szövetsége. A másik nagy csoportosulás pedig a népnemzeti ellenzék, akikből később a 80-as évek végére a Magyar Demokrata Fórum, ugye az első választásokon ez a párt alakulat fog győzni 90-ben. Tehát nagyon leegyszerűsítve ez a két nagy csoportosulás van. Alapvető különbség van közöttük az első pillanattól kezdve, amely törésvonalakat meg kell érteni ahhoz, hogy értsétek, hogy mi történik 90 után. Az alapvető törésvonalakat úgy lehetne egyszerűsíteni, hogy a radikális ellenzék csoportjaiban lévő fiatalok azok szinte kivétel nélkül a párt vezető garnitúrájának a gyerekei. Adott esetben az állambiztonság tisztjeinek a gyerekei. Ez egyfajta generációs lázadás. Nem biztos, hogy feltétlenül a rendszer ellen lázadnak, a szülők ellen lázadnak. És ebből a generációs lázadásból nő ki ez az ellenzéki csoportosulás, akik más technikát használnak, mint a népnemzeti vonal, ők illegalitásba vonulnak.
ez a beszélő, a szamizdat terjesztés. Ugye a szamizdat annyit jelent, hogy illegális nyomtatványok, különböző stencilgépeken és a korabeli technikai színvonalnak megfelelő sokszorosító gépeken adnak ki olyan könyveket, amik tiltó listán vannak. Például Orwell 1984, meg hasonló, Sötétség délben, ezeket ismeritek. Szamizdat formájában, tehát illegális formában terjesztik ezeket. De tudni kell, hogy ezeknek az embereknek, ezeknek a fiataloknak a szülein keresztül közvetlen kapcsolata van az állampárthoz, és adott esetben az állambiztonsághoz is. Tehát ez egy legenda, hogy ők illegalitásban dolgoznak. Valójában úgy dolgoznak illegalitásban, hogy tudják, hogy védve vannak, hogy nagy bajuk nem lehet akkor sem, ha lebuknak. Van egy nagyon érdekes történet, ez egy-két éves történet, hogy egy újságíró meg akart interjúvolni egy korabeli állambiztonsági tisztet, aki a 3x3-nál, tehát a belső reakció elhárításnál dolgozott, hogy beszéljen már a 80-as évekről, mondja el, hogy mit tapasztalt. És nem volt hajlandó leülni a mikrofon elé, csak legyintett a sokadszori invitálásra is, csak annyit mondott, hogy most miről beszéljek? Arról, hogy a 80-as évek arról teltek, hogy azon küzdöttünk, hogy előbb tegyük le a beszélő legújabb számait Acél György asztalára, mint a radikális ellenzék, akik kiadták a beszélőt. Ugye a beszélő ez egy illegális folyóirat volt. Ebből is látszik, hogy számukra a bekötöttség az állampárt fele sokkal szorosabb volt, mint a népnemzeti ellenzék, aki viszont rendszeren belül volt. Őket sokáig azzal vádolták, mai napig is az, hogy pártagok voltak. És valóban a többségük valóban nem SZMP pártag volt. Adott esetben magas miniszteriális szinten funkciót is vállalt, például a kulturális minisztériumban. Az a Bíró Zoltán, aki létrehozta később az MDF-et, az MDF alapító tagja, ő a kulturális minisztériumnak vezetője volt, a cél alatt dolgozott. Tehát őket meg azzal vádolják, hogy a fenébe lehet már ellenzék, hát ők belül vannak a rendszeren. De tudjátok, az a nagy csavar a történetben, hogy ők olyan célokat képviselnek, amit nem lehet illegalitásban képviselni. Ők nemzetben gondolkodnak, tudjátok, hogy Trianon után nagyon sok magyar honfitársunk rekedt a határokon kívül, ami 45 után tabu volt. Nem lehetett róla beszélni, nem lehetett vele foglalkozni, azért, mert a többi szocialista testvérállamnak nem lehetett megsérteni az érzékenységét. Ezek az emberek viszont nemzetben gondolkodtak, és tudták, hogy a határon túli magyarság érdekeinek a képviseletét illegalitásból nem lehet képviselni, az csak rendszeren belül, kormány szinten lehet képviselni. Tehát az ő fő törekvésüket nem lehetett az illegalitásba vinni, ez az egyik, másik meg, az egy kicsit már ilyen elvontabb, de talán úgy tudnám megfogalmazni, hogy ők azt mondták, hogy, most csúnyát fogok mondani, de basszus, mi itthon vagyunk, mi vagyunk a nemzet, mi vonuljunk illegalitásba, hát vonuljatok illegalitásba ti. Ti vagytok a diktátorok, ti vagytok az idegen hatalom által fenntartott illegitim párt, az illegitim adminisztráció. Nem, mi saját hazánkba kérem, nem vonulunk illegalitásba. Tehát van ebben egy ilyen csavar, hogy ők miért nem vonulnak ki a pártból. És aztán eljön a 89-90, eddigre ez a két csoportosulás teljesen szétszakad egymástól. Tehát még a 85-ös ponori találkozón, biztos ez is tankönyvi dolog, ott még együtt van a két ellenzéki csoportosulás, 87-ben már külön vannak, és gyakorlatilag mire a választások elkezdődnek, addigra nincs átjárás. És ez a törésvonal, ez gyakorlatilag utána évtizedekig meghatározza a politikai teret Magyarországon. És még egyetlen gondolat a rendszerváltás kapcsán, és befejezem, rövid gondolat, ami még fontos, ez a Nagy Imre féle újratemetés, 89. június 16-án. Ez is biztos tankönyv, de lehet, hogy érettségi tétel is. Miért van ennek jelentősége? Gondoljatok bele, hogy születik Kádár rendszervérben. Számára Nagy Imre kivégzése, Kádár számára egy olyan félelmetes árny, amivel nem tud megküzdeni.
Ugyanis Nagy Imrét nem kellett volna kivégezni, a szovjetek sem ragaszkodnak hozzá, egyáltalán nem. Nagy Imre börtönben van, jó helyen van ott, minek kivégezni? Nincs már mögötte társadalmi bázis. A nyugati kommunista pártok szintén nem akarják, hogy Nagy Imrét kivégezzék, de Kádár megteszi. Azért teszi meg, mert fél, az egyetlen alternatívája az ő hatalmának országon belül, az Nagy Imre. Nagy Imrét a nép választotta október 23-án vezetőjének, és ezt Kádár nem tudja elfelejteni. Tehát neki személyes rivális a Nagy Imre ki kell végeznie. Ezzel Kádár elkövet egy olyan ősbűnt, ami egyébként a kommunista mozgalom számára is bűnnek számít. Az olasz kommunistáktól kezdve a franciákon át megrendül a bizalom a szovjet rendszerben, a nyugati kommunista pártokban is Nagy Imre miatt. Tehát Nagy Imre egy nagyon súlyos etikai és politikai kérdés Kádár számára, és amikor közeledünk a rendszerváltás felé, az MSZMP, a párt, az állampárt nagyon jól tudja, hogy csak úgy tud egy esetleges rendszerváltást lebonyolítani, különösebb vagy jelentősebb presztízsveszteség nélkül, ha Nagy Imre ügyet a saját narratívájába tereli. Hogyha a párt azt mondja, hogyha én beszélem el, hogy ki volt Nagy Imre és mi történt 56-ban, ha enyém az elbeszélés tere, akkor enyém a jövő, a politikai jövő is az enyém. Ezt Kádárt félre kell állítani, félre is állítják, és akkor jön a reformkommunista meséje. Tehát azt próbálják átvinni a köztudatba, hogy 1956 nem a pesti srácoké, és nem a nemzeti bizotmányoké, és nem a nemzeti szuverenitásért küzdő embereké volt, hanem a reform szocialistáké, a reform kommunistáké. Ez egy szocialista forradalom volt, tök jó volt, csak tudjuk, mert személyi kultuszt akarták eltörölni, de a szocializmust magát, nem a szocialista rendszert, azt jónak tartották. És ezt azért kellett így interpretálni, vagy így értelmezni az emberek felé, hogy egy rendszerváltás esetén legyen legitimációja a hirtelen szociáldemokrátává váló kommunista pártnak is. Különben nincs legitimációja, különben ő egy terrorisztikus állampárt, akinek nincs helye a demokratikus politikai térben. Tehát megindul egy harc 56-ért, és a Nagy Imre temetése erről szól, ennek a harcnak az állomása. Ott van 6 koporsó, és a 6 koporsóból 5-ben kommunista bűnösök fekszenek. Nagy Imre is bűnös volt 53 előtt, nagyon csúnya dolgokban vett részt. De ugyanúgy a többi Nagy Imre perben kivégzett alak mind-mind kommunisták voltak, és csak a 6. koporsó, egy üres koporsó, egy szimbolikus koporsó, az 56-os áldozatok koporsója az, ami valóban megtestesíti 56 mondani valóját. Tehát nagyon fontos az átmenet kérdésében, hogy hogyan talál politikai teret magának az állampárt, az egykori kommunista diktátorpárt egy demokratikus intézményrendszeren belül, és ennek a Nagy Imre szerepe, 56 szerepe, és a Nagy Imre temetés a kulcsa.